Ha a biztonságos fürdőzés kerül szóba, az már mindenkinek eszébe jut, hogy felhevült testtel nem szabad a medencékbe ugrani. Az előzuhany és a lábmosók használata is alapfeltétel. Szakács László, a Szekszárdi Strand úszoda mestere ezen felül felhívja a figyelmet a táblák leolvasására is. Mindenhol ki vannak írva a vízmélységek és a vízhőfokok is, tehát ehhez mérten, tudásunkhoz mérten menjünk be az összes medencébe. Ugye van az ülőmedencénk, az a legmelegebb pihenőmedence, az élmény, az úszó és a csúszdamedence. Itt igazából ez ilyen 120 és 140 centi között van az összes. Egyetlen mély medencénk van, ez az ugrómedence, ez 200 cm mély, tehát itt nagyon fontos ugye az úszástudás, és ide csak úszni tudó emberek mehetnek be a medencébe. A csúszdamedence használata a legtöbb helyen korlátozva van, ahogy Szekszárdon is, elővigyázatossági okokból. A szabály, hogy ez a 120 cm válmagasság alatt nem lehet fölmenni, és ezek mellett pedig mindenki ugye a saját felelősségére használhatja a csúszdatornyot és a csúszdáinkat. Nagyon fontos még, hogy ugye étkezés után egy fél óra, órát várni kell, és utána lehet a medencébe menni, használni. Ugye ezt javasoljuk mi, és fontos, hogy ételt, italt, azt ugye a medencében, a medencék körül, környezetben nem lehet fogyasztani. Fontos, hogy amikor belépünk a területre, mérjük fel a helyszínt, és keressük meg, hogy hol találhatjuk meg a segítséget, ha szükséges. Az ülő és a gyermekmedencénél van két medenceőrünk, akik előfigyelik ott az élménymedencét, az ülőmedencét és a gyermekmedencét. Itt hátul pedig az úszómester és a medencőrök találhatók. Őnekik a feladatuk a csúszdának, az úszómedencének és az ugrómedencének a felügyelete. És a csúszdatoronyban is két medencőrünk van, aki azt figyeli, hogy mindenki szabályosan használja a csúszdákat és az elindulásokat. Tehát amikor értem, hogy leérnek a vízbe, és szabad a csúszda, akkor csúszhat a következő, hogy nem baleset történjen. Ugye mindenhol ki vannak jelezve piktogramokkal az összes csúszda mellett, hogy mi a szabályos csúszás, tehát hogy nem háton, hason, csak ugye szabályosan ülve lehet csúszni. A fürdőhelyeken a medenceőrök egy jól bevált szisztéma alapján vannak elosztva, így hamar kiszúrják, ha baj van, és könnyen elérhetőek.